A többi közt ilyen és ehhez hasonló tanszerekkel segíti a rászoruló családokat a Next Stop bevásárló központ és az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ. A támogatás minden esetben jól jön, de a jelenlegi gazdasági helyzetben rendkívüli jelentősége van mindenfajta támogatási formának, amely megkönnyíti a suli kezdést. A környezetünkben élők esetében sok családnál gondot okoz az, hogy beszerezzék a szükséges eszközöket az iskola indításához. Ezért elhatároztuk, hogy gyűjtést szervezünk itt az üzletközpont látogatói segítségével, és a vásárlók által leadott adományokat a mi cégünk megduplázza. Az idei a hatodik alkalom, amikor megszervezték a gondtalan suli kezdés elnevezésű adománygyűjtő programot. Az idejében is mintegy 30 családnak tudunk ezzel segíteni, azt gondolom, hogy nekik nagy segítsége lesz, hiszen nyilván az állam továbbra is biztosítja az ingyen tankönyvet, az önkormányzat pedig az idejében sem emelte meg a közétkeztetés díját, most már több mint 10 éve nem nyúltunk ehhez a díjhoz, és a családoknak is mintegy felének kell valamilyen mértékű hozzájárulást fizetni a gyermekek étkezéséhez, azt gondolom, ezt kiemeltem. Fontos. Az adományokat ezúttal is az Albabástya a Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el az érintett családokhoz. Már a mai napon, illetve a holnapi napon a kollégák elkezdik ezeket csomagokba rendezni, korosztály szerint, és amikor ezek a csomagban rendezések megtörténnek, szerintem már a hétnek a második felében elkezdjük ezeket kivinni, illetve elkezdenek a velünk kapcsolatban lévő ügyfelek bejönni ezekért a csomagokért. Ez érinti mind a székesfehérvári, mind pedig a székesfehérvári járásban érő rászorulókat. Az iskolatáskák, füzetek és írószerek tehát ismét jó célt szolgálnak, és biztosan eljutnak a leginkább rászorulók számára.